Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köncöl Gábor vagyok, a Lázadó Légió vezetője, és hát bemutatnám a légiót, illetve annak tevékenységét. A Lázadó Légió egy nemzetközi klub, jelmezes klub szervezet, ami a Star Wars filmek, sorozatok, regények, képregények és számítógépes játékok jó oldal karaktereit vonultatja fel. És hasonlóan a Star Wars filmekhez, ezt a Lázadó Légiót is egy marokki bátor csapat alapította 1999 közepén, reagálva az egyre növekvő 501-es légióra. Tulajdonképpen reagálva az 501-es légióra. Pillanat, az izgalom ezzel jár, de azért hoztam egy kis puskát. Amíg a puskázás tart, annyit elmondanák, hogy hasonlóan az 501-es légióhoz ugyanaz az irányelvünk nekünk is, tehát nekünk is elsődlegesen a jótékony tevékenységek, amire fókuszálunk. Ezen kívül, mint a mai rendezvény is, sokszor ott vagyunk, Mondókon, Play-it, Hungarokon, Hungarokonnak szerves részeit képezzük, mint társszervezők. És a Lázadó Légióra azért is volt szükség, mert az 501-es légióban a rossz oldali karakterek foglalnak helyet, és kellett egy olyan rajongói klub is, amiben a jó oldali rajongók foglalnak helyet. 2001-re a Lázadó Légió nemzetközi szinten elég nagy csapatszámot ért el, és elindította weboldalát és annak fórumát, és 2016-ra elérték a közel 4000 fős létszámot. A Lázadó Légió magyarországi helyőrsége 2013. júniusában alakult meg, Mérei Norbert vezetésével. Jelenleg 10 aktív tagunk van, 15 elfogadott jelmezzel rendelkezünk, de hamarosan bővülni fog a csapatunk mind tagokkal és jelmezesekkel egyaránt. Ez egy olyan klub, amiben tulajdonképpen hasonló, tehát jelmezeseket várunk, tehát a tagjaink megosztják egymás között a jelmezes érdeklődésüket, hobbiukat, és egymásnak segítünk, hogy minél filmhűbbek legyenek a jelmezek. Van egy nagyon fontos küldetésünk, csak úgy, mint a 501-es légiónak, hogy előre mozdítsuk az önkéntességet és a jótékonyságot világszerte. Most mi is ez a jótékonyság? Sokan megkezdik, hogy hogyan szoktunk jótékonykodni. Leginkább mi is a gyerekkórházakba látogatunk a 501-es légióval, és nagyon fontos, hogy a beteg gyerekek kicsikét kibillenjenek a kórházi szürkeségből, mindennapokból, és öröm látni a derűt az arcukon. De volt például olyan megjelenésünk, ami például tavaly a Spár maratonon megrendezett leukémiás gyerekeknek volt vehetve egy sátor, és ott is az volt a feladat, illetve a cél, hogy a megjelenésünkkel minél több embert odavonzunk. Akik odajöttek, azok barátkoztak velünk. Ez szerintem teljes mértékben sikerült is. Igen, fotózkodtak, és hogyha ott voltak, jobban körülnéztek, hogy hova jöttek, és bátrabban adakoztak az alapítvány javára. Vagy, ami még nekem nagyon tetszett, az a Diabetes világnapján megrendezett 24 órás röplabda bajnokság,
ahol szintén az volt a feladat, hogy minél többen eljönjenek, akár Star Wars rajongók is, hogyha már ott volt a két légió. Ott az volt a cél, hogy ez egy ingyenes rendezvény volt. Tehát kaptak, aki ellátogatott, részt vett egy ilyen ingyenes cukorszint ellenőrzésbe, kapott egy információt a betegségről, és ha már ott volt, és ugye bátor volt, akkor röplabdázhatott akár rohamosztagosokkal, gyedilovagokkal, vagy akár a Sith sötét nagyurával, Darth Vaderrel is. Igazából, tehát vannak egyébként ennek a jótékonyságnak egy nehézkes része, mégpedig a partnereket megtalálni, mert előfordul, hogy a 501-es légióval közösen jó szándékunkkal megkeresünk egy szervezetet, és hát sokszor nem értik, hogy miért jó ez nekünk, hogy önkéntesen oda megyünk, és akkor felajánljuk a jelmezett szolgálatainkat. Tehát egyszerűen nem értik, hogy miért, biztos, hogy valami hátsó szándékuk vezérelnek minket. Tehát így gondolják. Persze, vezérel minket a birodalom megbuktatása. Igazából bárki csatlakozhat hozzánk, hasonlóan a 501-es légióhoz három alapkövetelmény van. Egyik a büntetlen előélet, amit már itt hallottatok, betöltött 18. életév, és hogy legyen egy elfogadott hírhű jelmez. Ez utóbbiban segíteni is tudunk, de a regisztráció az úgy működik, hogy a leendő tagot minden oldalról lefényképezzük, és elküldjük a jelmezüket elbírálásra az anyaklubnak. Sanyi, esetleg a közönség soréből, hogyha van egy kérdés, bátran meghallgatunk mindenkit. Éljenek a lázadók! Tudatol az ajtó, arra menjél ki, légy szíves. Az a baj, hogy a Jedi lovagunk nem tudott eljönni, pedig szerettem volna, hogyha bemutat egy-két fénykardívást, technikát, mert hogy a filmekben is nem csak össze-vissza kalimpáltak a fénykarddal. Tehát sajnos, mivel nincsen most itt az egyik Jedi lovagunk, ezért ez most elmarad. Tehát sajnos most így rövidre zártuk ezt a bemutatkozást. Egyéb kérdés valakinek regisztrációval kapcsolatban, jelmezzel kapcsolatban? Most használjátok ki, mert az oldalunkon néha elég kevés az információ. Mármint az anyaklubnál. Hát, hogyha nincs más, akkor legfeljebb a légiónak a standjainál megtaláltok minket. Bárkit szeretettel várunk. Köszönöm szépen, Köncsel Gábor és Béres Sándor. Köszönjük!